A Tisza-Szalka területén található ártér az egyik legszennyezettebb szakasza a Tiszának. Ezért egy összefogásnak köszönhetően február 22 és 25-e között terepbejárás, monitoringozás és takarítás zajlik ezen a területen. Több mint 15 éve, tehát olyan 2003-2004 óta mindig itt a felső Tiszán a legnagyobb probléma a PET palack szennyezés, hiszen általában amikor a felső tiszai vízügyigazgatóságnak vízminőségi veszélyhelyzetet kell elrendelnie, az közel 40%-ban ezért van, tehát mert nagyon sok, egy-egy árhullámmal nagyon-nagyon sok PET palack érkezik. Az árhullámokkal ide sodródó szemét nagy része Ukrajnából és Romániából érkezik, de a takarítás során magyar feliratú hulladékot is gyakran találnak. Mi most kifejezetten a műanyag palackokra hajtunk rá. Ez az egész vállalkozás és demonstráció azért jött létre, hogy a fölsőbb helyekről idehordott műanyag palackokat, aminek a legnagyobb része ez a polietilén palack, ezt összeszedjük azért, hogy szebb legyen, tisztább legyen. A PET-kupa csapata az elmúlt 6 évben 180 súlyosan szennyezett területet derített fel, ebből 27-et teljesen megtisztítottak, és 47 hulladékhajót sikerült megépíteniük. A PET-kupának évről évre több ága van, ugye egyre több mindenbe kezdünk bele, most már 6.-7. éve dolgozunk ezen a problémán, és ezen a hétvégén monitorozást is fogunk csinálni, tehát pár kollega motorcsónakkal vizen, illetve szárazföldön bejárja a nyári versenynek az útvonalát, azt a 70-80 kilométert, és GPS-es pontokat vesznek föl, hogy hol vannak a legszennyezettebb helyek. Tehát az idei versenyzők, azok egy applikáción keresztül megnézhetik, hogy hol vannak ezek a PET bányák, és ott tudják a legtöbb hulladékot megszedni az ártérben. Eddig közel 20 tonna szemetet szedtek össze, idén ezt a mennyiséget körülbelül 4 tonnával tovább növelik majd. Amit itt kiveszünk, az egy tört része annak, ami felhalmozódott az ártérben. Így is van, sokkal több hulladék van, mint amennyit most ezen az akción el tudunk távolítani, viszont elkezdtünk valamit, és nem hagyjuk, hogy tovább halmozódjon. És azt gondolom, hogy a figyelemfelhívásnak pedig az a következménye, hogy a felvízi részeken pedig elgondolkoznak, hogy talán nem jó, hogyha elengedik ezt a sok hulladékot. A projektet a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is támogatja, közel 2,5 millió forinttal, amelyből finanszírozni tudják az önkéntesek és az itt dolgozók utazását, szállását, az eszközök beszerzését és a hulladékanalízist is.